A kérdések egyszerűek és mindenki számára érthetőek, az RMDS pedig arra biztatja a szavazóit, hogy vegyen részt a népszavazáson és válaszoljanak igennel a kérdésekre, mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök, miután az elnöki hivatal megfogalmazta a május 26-ai referendum kérdéseit. A szövetségi elnök ugyanakkor hozzátette, ahhoz, hogy alkalmazni tudják a népakaratot, amennyiben a referendum érvényes lesz és a többség igennel szavaz, alkotmánymódosításra lesz szükség. Ennek a vitájában pedig az RMDS azt az álláspontot fogja képviselni, hogy teljes mértékben vegyék ki az alkotmányból a kormánynak azt a jogát, hogy sürgősségi rendeleteket bocsásson ki. Ilyeneket kizárólag katasztrófák vagy háborús szükségállapot esetén lehessen elfogadni, vagy parlamenti vakáció idején a törvényhozás rendkívüli felhatalmazásával. Kelemen Hunor szövetségi elnököt Jaka Borsolya kolléganőnk a Híradónk ideje alatt zajló kampányító rendezvényen érte el. Mi ezért azt mondjuk, hogy vegyen részt mindenki, aki az Európa Parlamenti választásokra is elmegy, és szavazzon igennel, válaszoljon igennel a két kérdésre, mert úgy gondoljuk, hogy mind a két kérdés irányt ad, irányt mutat a későbbi alkotmánymódosításhoz. Azt is hozzá kell tenni rögtön, hogy alkotmánymódosításra lesz szükség.